Sziasztok! Ma Ady Endre szerelmi költészetéről fogunk tanulni, vagyis röviden átbeszéljük, hogy miben hozott ő újat a szerelem témájának irodalmi feldolgozásában. Érdemes megnézni ehhez a videóhoz a nyugatról szóló videót, bár ez egy picit hosszabb, azt talán érdemes két részletben, illetve az Ady életútjáról foglalkozó videót is érdemes megnézni, ha még eddig nem tettétek volna. És természetesen ez a tananyag ki fog egészülni egy-két vers részletes elemzésével az iskolában. Na, vágjunk is bele! Tehát nézzük meg, hogy miben hozott Ady újat a szerelmi lírában. Ha emlékeztek, vagy ha láttátok az életútról szóló videót, akkor emlékezhettek rá, hogy két nagyon nagy szerelme volt, sok kisebb szerelme volt. Neki nagyon szerették Adit a nők, és hát, hogy mondjam, nem fogta vissza magát, ha az élet élvezetéről volt szó, de két nagyon fontos nő alak volt az ő életében, az egyik Diósiné Brülladél, vagyis Léda, a másik pedig Bonca Berta, vagyis Csinszka. De mielőtt Ady szerelmi költészetébe belekezdenénk, nézzük meg, hogy hogyan is van jelen a szerelem úgy általában a művészetben. Hiszen ahogyan az talán sejthető is, ahogyan a mai nap, a mostani életünket átszövi a szerelem, olykor az erotika, az korábban sem volt nagyon másként, tehát a szerelem mindig is egy központi témája volt a művészetnek, és így az irodalomnak is. Ugye a szerelemmel általában két dolog szokott lenni, vagy van, vagy nincs, vagy volt, de elmúlt. Tehát a szerelem az nagyon sokszor inkább valamiféle vágyódásként jelenik meg a művészetben. Itt most elsősorban az irodalomról beszélek, tehát nagyon gyakori téma az irodalomban a vágy, nagyon sokszor egy megközelíthetetlen nő vagy férfi után való vágyakozás. Tehát nagyon sokszor a szerelemmel együtt jár a beteljesületlenség, a reménytelenség, és nagyon sokszor a szerelmes versekben megjelenő másik ember, az egy idealizált alak. Tehát nagyon sokszor nem egy húsvér nőt vagy férfit magasztalnak ezekben a szerelmes versekben, hanem valamiféle idealizált képet. Gondoljatok, bár nem biztos, hogy tanultátok irodalomból, de hát, ha mégis, gondoljatok például a lovagköltészetre. Ugye a lovagok számára az imádott nő az valami megközelíthetetlen, éteri lény, tehát ott semmiképpen nem a fizikai szerelemről, hanem valami eszményi szerelemről van szó. Tehát, hogy ez nagyon sokszor jelenik meg az irodalomban, az elérhetetlen szerelem, a beteljesületlen szerelem. Aztán nagyon gyakori témája a szerelmi lírának, a szerelemről szóló verseknek, az imádott vagy szeretett nő vagy férfinek a dicsőítése. Itt már sokszor egy húsvér emberről is lehet szó akár, és arról szól a vers, hogy mik az ő erényei, miből áll az ő szépsége. Elég itt például Balassi Bálintnak a Júlia verseire gondolni. Ugye itt a versek 99,99%-ában nők a vágy tárgyai, és a tanult verseknek gyakorlatilag a 100%-át férfiak írták nőkhöz, de ha nem mondjátok el senkinek, akkor elárulom, hogy van olyan is, hogy egy nő ír nőhöz szerelmes verset, vagy egy nő ír férfihoz szerelmes verset, vagy egy férfi ír férfihoz. Tehát ez nem automatikus, hogy egy nő áll a vers középpontjában, de azokban a versekben, amiket a suliban tanulunk, hát ez a legtöbbször így van. Tehát szintén, mint mondtam, egy gyakori téma az, hogy a szeretett nőt dicsőítik. Sokszor előkerül itt, hogy hogyan történt az első találkozás, milyen találkozások voltak még, mik történtek közöttük. De itt is gyakori téma még az, hogy úgymond ez a szeretett személy, ez még... hogy mondjam, tehát nincs párkapcsolat, hanem itt továbbra is inkább egy vágy áll fenn, de van olyan is, hogy ez már egy párkapcsolaton belüli magasztalása a másik félnek. Aztán szólnak versek, talán nem annyi, mint a vágyódásról, de nagyon sok vers szól magáról a szerelmi boldogságról, hogy miért jó szerelmesnek lenni, mi a jó a testi szerelemben, mi a jó az érzelmi oldalában. Tehát talán kevesebb az olyan vers, ami a boldogságról szól, de azért vannak olyanok. Gyakoribb viszont az, amikor a szerelmi boldogság azért kerül elő, mert tudni lehet, hogy az el fog múlni.
Gondoljatok például Petőfi Sándornak a Szeptember végén című versére, ahol egy nagyon boldog, harmonikus szerelem jelenik meg. Ugye azt is tudjuk, hogy azt annak idején a Nász útján írta a Petőfi, és abszolút egy nagyon boldog időszak volt az ő életében, hiszen ott volt mellette a szép fiatal felesége. De ugyanakkor a versben már megjelenik azt, hogy hát ez a szerelem egyszer el fog múlni. Tehát ez is egy gyakori téma, hogy elmúlik a szerelem, illetve a hitvesi szerelem, tehát ez a megállapodott, nyugodt, kiegyensúlyozott szerelem is gyakori témája a művészetnek, és ezen belül az irodalomnak. Például Petőfinek is vannak ilyen versei, illetve Tóth Árpádnak, majd fogjuk tanulni, meg Radnóti Miklósnak is van olyan verse, aminek kifejezetten az a hitvesi szerelem áll a középpontjában. Tehát a szerelemnek és a párkapcsolatnak a hétköznapi valóságát, a hétköznapi boldogságát megörökítő versek is vannak, nem csak mindig ez a nagyon lángoló, nagyon elérhetetlen, nagyon végletes szerelem kerül elő az irodalomban sem. Na, de a lényeg, hogy a szerelem azért a művészet nagy részében, és az irodalomban is legtöbbször valamiféle értéktelített, boldog, vágyott állapot, szerelmesnek lenni jó, a párkapcsolat jó, és a szeretett másik ember, az sokszor, ha nem is tökéletes, de egy ilyen ideologizált, nagyon sokszor egy ilyen nagyon tiszta, nagyon szép lényként jelenik meg. Hát most ehhez képest nézzük meg, hogy Adinál hogyan jelenik ez meg, és most csak két sort hoztam hirtelen, ami annak idején nagyon nagy botrányt kavart a magyar irodalmi életben. Van Adinak egy Az én menyasszonyom című verse, ami így kezdődik, hogy mit bánom én, ha utca sarkok rongya, de elkísérjen egész a síromba. Hát lehet sejteni, hogy ez mennyire kivette a biztosítékot, hogy valaki gyakorlatilag egy utcanőt, egy prostituáltat idealizál. Nyilván ebben van egy ilyen provokáció, meg polgárpukkasztás is, bár nyilván Ady Endrének voltak saját élménye is akár utcanőkkel is, tehát elég mozgalmas életet élt, ahogy ezt megbeszéltük, de itt sokkal fontosabb talán ez a provokáció, hogy leszámol ezzel az idealizált, éteri, nagyon tiszta, nagyon szép, nagyon szűzies szeretett nő fogalommal, hanem azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy valaki tiszta legyen, hanem az, hogy szeressük. Ebben most nem megyek bele részletesebben, mert nem is fogjuk ezt a verset elemezni, de már jelzi azt, hogy Adi mennyire újat hoz a szerelmi költészetben, mennyire máshogy beszél a szerelemről és a párkapcsolatról, ahhoz képest, ahogyan előtte beszéltek a magyar irodalomban erről. Itt ugye a verseknek két nagy csoportjáról tudunk beszélni, az egyik a Léda által ihletett versek csoportja. Természetesen vannak versek, amiket más nőkhöz írt, hiszen más szerelme is volt, például volt egy Dénes Zsófia nevű nagy szerelme Adinak, akihez szintén írt verseket, de azért az irodalom történetben két nagy nőalak és két nagy vers csoport maradt fenn, a Léda versek, illetve a Csinszka versek csoportja. De nézzük ezek közül a Léda verseket, és itt most nem abban megyek bele, hogy az ő párkapcsolatuk hogyan alakult, nyilván az is egy érdekes történet, de az egy másik történet, hanem sokkal inkább arról érdemes itt beszélni, hogy hogyan jelenik meg a szerelem élménye ezekben a versekben, milyen ezekben a versekben a líraén. Hát azt lehet mondani nagyon általánosan, hogy nagyon nem hagyományosan jelenik meg a szerelem ezekben a versekben, tehát ez minden csak nem egy harmonikus, megnyugodott állapot. Itt a szerelem, a szenvedély és az önzés, a harc, ezek állandó visszatérő motivumok, egymásnak a marása, egymásnak a bántása. Például a Héjanász az Avaron című versben, amit majd fogunk részletesebben is venni. Ugye itt a hagyományosan a szerelmes párt azt ilyen turbékoló gerlepárként szokták ábrázolni, hát ehhez képest itt egy levegőben harcoló, egymás mardosó héjapár jelenik meg a versben. Tehát nagyon erős ez a mardosó, szenvedélyes, önző harc a Léda versekben. Ugyanakkor az is jelen van, hogy a líraén az állandóan feltárulkozik. Tehát ahogyan már említettem, ahogyan Petőfinél
Adinál is jellemző az, hogy mindent átszűr a saját személyiségén. Nagyon sokat elemzi magát, hogy mit jelent számára az a szerelem, hogy mit jelent számára Léda. Tehát nagyon őszinte, nagyon feltárulkozó, és ebből adódóan egyáltalán nem egy idealizált szerelem jelenik itt meg, hanem annak a húsvér valósága az összes szenvedéssel, kínlódással, a jó és a rossz élményekkel együtt. Aztán jellemző még a Léda versekre, hogy nagyon sokféle a lírai én ezekben a szerelmes versekben, sokszor kifejezetten megalázkodó, könyörgő, nagyon sokszor jelenik meg a hódolat, Léda asszonynak a dicsőítése, van is egy ilyen ciklus Adinak, hogy Léda asszony zsoltárai, akkor ugyanakkor az is jelen van, időnként a fenyegetés van jelen, az átkozódás, időnként a pokolba kívánja ezt az egész szerelmet, nagyon sokszor megjelenik a megbánás is. Tehát ez egy ilyen érzelmileg nagyon túlfűtött, és nagyon sokszor csapongó versvilág, a Léda verseknek a világa. Aztán visszatérő motívum a külvilágnak az értetlensége, sőt olykor a megvetése. Tehát nagyon sokszor úgy jelenik meg ez a Léda szerelem, mint egy ilyen elátkozott szerelem. Ugye ezt tudjuk az életrajzból, hogy hát ez valóban tulajdonképpen egy törvényen kívüli szerelem volt, hiszen Léda férjes asszony volt, és ugyanaz ő férje jóvá hagyta ezt a viszonyt, ezt a szerelmi kapcsolatot, de hát azért, hogy mondjam, a hétköznapi emberek számára azért ez mégiscsak egy botránykő volt, hogy valaki egy férjes asszonnyal folytat viszonyt. Tehát volt egyfajta ilyen megbélyegzettsége is ennek a kapcsolatnak, és ez nagyon sokszor általánosítódik is a Léda versekben. Például a Lédával a bálban című vers is erről szól, hogy ők egyfajta ilyen kiátkozott pár, akik, ugye itt a bált azt lehet egy metaforaként is szemlélni, az élet metaforájaként szemlélni, és akkor egy jóval általánosabb szintre emelkedik ez a vers, hogy az ő szerelmük az valamiféle ilyen elátkozott szerelem, és ezt lehet úgy is értelmezni ezt a verset, most ezt nagyon vázlatosan foglalom csak össze, hogy a szerelem általában véve egy ilyen elátkozott, életképtelen, furcsa dolog. És szintén jellemző még nem csak a Léda versekre, hanem majd látni fogjuk, hogy a Csinszka versekre is, hogy a szerelem és a halál az folyamatosan összekapcsolódik. Ez egyébként nem új, tehát elég csak a népdalokat megnézni, ott is eléggé gyakori, hogy a szerelem és a halál az párhuzamba állítódik, hogy a nélküled nem tudok élni, meghalok, ha nem leszel az enyém, stb. Ismerjük ezeket a szinte már közhelyszerű mondatokat. Na de nagyon röviden nézzük még meg a Csinszka versek csoportját. Ugye itt már ez már Adi életének a vége felé, az utolsó éveiben volt ez a házasság és ez a szerelem. Azt is tudjuk, hogy Adinak a fizikai, hogy mondjam, egészsége is nagyon hanyatlóban volt már ekkor, plusz ekkor volt már a háború is. Tehát itt már nagyon jellemző a halálnak a közelsége. Itt is összefonódik a halál és a szerelem, de egészen másként. Ugye, mint mondtam, meghatározó élmény lesz a háború, és a szerelem az pedig valamiféle ilyen menedékként, tulajdonképpen a béke szigeteként jelenik meg. És ezekben a versekben már egy jóval higgadtabb, egy sokkal kevésbé túlfűtött, és nagyon sok szempontból megfáradt lírai én jelenik meg, aki már sokkal inkább a nyugalmat keresi, a biztonságot keresi, és Csinszkában találja meg ezt a vágyott biztonságot és ezt a vágyott nyugalmat, és az ez iránt érzett hála fejeződik ki ezekben a versekben. Tehát ezek nagyon-nagyon más típusú versek, mint a Léda versek. Nem azt mondom, hogy jobbak vagy rosszabbak, hanem nagyon-nagyon mások. És ezek tulajdonképpen vissza is nyúlnak a hitvesi líra hagyományához, tehát megidézik azokat a verseket, amikről a videó elején beszéltem, amelyek a szerelemnek azt az egyszerű hétköznapi boldogságát örökítik meg. Két verset említek itt, persze több is van, amiről fogunk majd tanulni együtt is, az az Őrizem a szemed, illetve még a De ha mégis című verset lehet itt említeni. Hát ennyi lett volna röviden Adi szerelmi költészetének az összefoglalása, tényleg nagyon vázlatosan, és majdnem belefértem a kitűzött időkeretbe, de hát a legközelebb még ennél is jobban fog menni. Sziasztok!